Pataki Márton az együtt elnökségi tagja vendégünk. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük egy jó hírrel, kalandra fel, soha rosszabb 8 évet, soha rosszabb 8 éve ne legyen Magyarországnak, mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Láthatóan mindenki nagyon örült neki, aki ott volt akkor a teremben, hangosan tapsoltak, többször tapsonszalkították félbe. Ez azt jelenti, hogy akkor minden rendben van. Viszont nagyon kreatív parkolási táblákat mutatott be, főleg az együtt. Hát csak az együtt. Mi valóban ott voltunk a Várkert bazár előtt, és az érkező orbáni arisztokrácia figyelmét felhívtuk arra, hogy egyébként tisztában vagyunk azzal, hogy ők mit tettek ezért az országért, leginkább ellopták a pénzt. Azt gondolom, hogy a magánál a beszédnél sokkal többet árul el tényleg az, hogy ki volt ott a közönség. Amit Lánci András mondott, aki ugye a fideszes ideológus, a Corvinusnak a rektora, hogy amit mások korrupciónak neveznek, az a Fidesz legfőbb politikája. Azt hiszem, ez teljes mértékben kijött, tehát egészen megdöbbentő volt ott látni a luxusautóknak a hosszú sorát, ahogy érkeztek parkolni. Önmagában a beszéd hogy tetszett önnek? De akár menjünk le a stílusig, tehát hogy nézzük meg, milyen nyakkendője volt, mi voltak körítése, hogy hogyan világították be. Ugyanis így például lehetett azt kommunikálni a hely szűkesége miatt, hogy több százan kint rekedtek például. És az egyetlen ellenzéki párt, amit néven nevezett a miniszterelnök, az a szocialista párt volt. Nem rekedtek kint több százan, ez egy ugye csak meghívóval lehetett bemenni, lekordonozták jó távolról a területet, tehát egyébként mi ott álltunk ugye a beléptetőpont mellett. Volt valaki, aki önökre nézett? Tehát igen. Aki például oda ment és elkezdett beszélgetni, meggyőzni önöket, hogy milyen jó, amiben meggyőzni nem. Voltak, akik nézegették a táblákat, voltak, akik inkább futásra fogták. Például. Igen, volt, aki kilépett a luxusautójából, és úgy döntött a rengeteg rendőr ellenére, hogy akkor egy jeges húgolyóval fejbe dobja mi aktivistáinkat. Ez megtörtént egyébként? Ez vendég volt? Ez egy vendég volt. És el is találták az önök aktivistáinkat? Fejbe dobták az aktivistáinkat. Ott a rendőrség egyébként intézkedett. Jeges volt az a igen, igen. És sérülés nem történt? Sérülés nem történt. Én azt gondolom, hogy az elképesztő, hogy azt gondolják az emberek, hogy tényleg ott a rendőrök szeme láttára egyébként nekik annyira a törvényeken felül állnak, annyira biztos, hogy velük nem történhet semmi, hogy egyébként ezt is megmerik tenni. Oké, volt-e olyan, akivel beszélgettek az érkezők közül? Hát alapvetően mindenki ment befelé, tehát hogy érdemi beszélgetés nem volt. Volt, aki visszaszólt, például a miniszterelnök édesapja, aki szintén egy nagy luxusautóval érkezett. Mit mondott? Hát ott nevetgélt rajtunk, de hát most ugye egyelőre ezt még meg tudják tenni. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy... Mit jelent az, hogy ezt még meg tudják tenni? Hát az biztos, hogy előbb-utóbb ugye ez a rendszer nem fog fennmaradni, amit Orbán Viktor vezet, és azt gondolom, hogy biztosan számíthatnak ezzel kapcsolatban elszámoltatásra, mint azokért a korrupciós cselekményekért, amiket tettek. Mit gondol arról, amit Tamás Gáspár Miklós írt a DK elnökéről, Gyurcsány Ferencről, és amihez nagyon hasonlót mondott most a hétvégén például az LMP miniszterelnök jelöltje Szél Bernadett, és ami önöktől sem áll távol gondolatban, hogy börtönben a helye valamikor az Orbán kormány sok tagjának, vagy a holdudvarból sokaknak? Mi ezzel egyetértünk. Tehát itt szükség van egy elszámoltatásra, szükség van egy igazságtételre. Tamás Gáspár Miklós azt hiszem valami olyan kritikával ért, hogy nem demokrata az, aki így fogalmaz, ez az ügyészség és a nyomozóhatóság dolga ilyenfajta ítéletet hozni. Hát, természetesen egy törvényes jogi eljárásnak végig kell menni, tehát hogy mi nem fogadjuk el azt, hogy egyébként a parlament hozhatna egy büntetőügyben ítéletet. Természetesen mindenkinek joga van ahhoz, hogy egy bíróság előtt feleljen az őt ért vádakra. De kell egy olyan ügyészség, amelyik hajlandó ezeket a nyomozásokat lefolytatni, hajlandó vádat emelni, és láthatóan most Polt Péter, Orbán Viktor és a Fidesz rendszerének a legfőbb támasza, hiszen semmilyen ügyben nem hajlandók nyomozást folytatni, a nyomozások. Ha mégis van nyomozás, akkor ugye a végén kihozzák, hogy nem bizonyítható, vagy nem történt bűncselekmény, és semmilyen ügyben nem hajlandók vádat emelni. Ugye az Olaf, az Európai Unió csalás ellenes hivatala egy hosszú jelentésben mutatta be, hogy a Tiborcz István, a Orbán Viktor vejének cége hogyan csalta el a közpénzeket. Ehhez képest ugye ugyanebben a nyomozásban a Polt Péter vezető ügyészség, a által felügyelő rendőrség ugye semmit nem hozott ki. Pont ugyanarról a cselekményről van szó. Az egyik szervezet, az Európai Uniós be tudta mutatni, hogy itt egyébként bűnszervezetben
követtek el visszaélést, a magyar rendőrség szerint pedig nem történt. Nem sokára Trütko vendége lesz Vadai Ágnes, aki azt mondta, hogy az első napon eltávolítjuk Polt Pétert, ő a legfőbb. És nem csak, hogy az első napon, most majd mindjárt megkeresem az ő programjukat, mert hogy ők 12 órára bontották le a napot, és reggel 9 órakor ezzel kezdik. Nem tudom egyébként 9-ig mit csinálnak, de 9-kor kezdik ezt a 12 órát, és akkor az első dolguk lesz eltávolítani. Ezzel például ön egyetért, hogy például ebben hajlandó koalíciós tárgyalás a demokratikus koalícióval? Tehát, hogy ezzel a programponttal egyetért, hogy ez az első dolog? Igen, mi egy 200 napos programot hirdettük meg, és valóban ennek egyik kulcseleme az, hogy Polt Péternek távoznia kell a hivatalából. Hogyan? Azt meg kell... Hogyan? Amikor az ő tisztsége átnyúlik a kormányváltáson? Igen, mi azt gondoljuk, hogyha egy ilyen választási rendszerben, ahol ennyire... A potenciális kormányváltáson, bocsánat, nem előlegezem meg a kormányváltást, nem tisztem, és a számok éppen nem is ezt mutatják, de ha megtörténne, hogyan? Tehát, hogyha ebben a választási rendszerben, ami ennyire lejt a Fidesznek, hogyha egyébként az ellenzék képes arra, hogy többséget szerezzen a parlamentben, az valóban egyfajta demokratikus forradalom. Mi ebben az esetben megszakítanánk akár a jogfolytonosságot, mert egyszerűen nem fenntartható az, hogy egyébként a bebetonozott fideszes figurák hátráltassák azt, hogy egyébként a demokratikusan megválasztott többség végre tudja hajtani a politikáját. De ehhez egy kőkemény kormány kell, amely most egyelőre, hát akkor kőkemény ellenzéknek kéne lennie, ehhez képest például Orbán Viktor beszédét, hogyha idézem, akkor ő azt mondja, hogy reménytelen helyzetben van az ellenzék, és még azt is megpendítette, hogy nem is érti, hogy hogyan kérik az emberek bizalmát. Hogyha... Nem is érti, hogy miért indulnak a választásokon, ez így, egy rosszat sejtett. Ezt így nem mondta, ugyanakkor, hogy a Krisztina szavait is idézem, mert hogy megnézzük például a közvéleménykutatásokat, egyelőre nem úgy néz ki a dolog, mintha egy elsöprő kormányváltás lenne. Orbán Viktor például azt mondta, hogy ellenzékváltó hangulat van. Ezt nem tudom, hogy ellenzékváltó hangulat van-e. Én magam is komoly kritikát tudnék megfogalmazni az ellenzékkel kapcsolatban. No, azt gondolom, hogy nem. Sajnos a pártok közül néha azt érzem, hogy gyakorlatilag az Együtt az egyetlen, ami kicsit naív módon még arra törekszik, hogy valahogy kormányváltás legyen ebben az országban, és ehhez képest mindenki más, valaki mást akar legyőzni, vagy saját magát akarja. Bocsánat, jó ellenzéki pozícióba hozni. Jól értem, hogy azt mondja, hogy a többi ellenzéki párt nem érdekelt a kormányváltásban, inkább egymással vihaskodik, és pozícióharcot, kiszorítósdit folytat a következő ellenzéki szerepre? Igen, igen. Mi ezt tapasztaljuk. Tehát ahhoz képest, hogy ugye folyamatosan olyan javaslatokkal érkeztünk, tettünk, amelyek akár az Együtt hátrányára is, de egyébként egy kormányváltáshoz megfelelő konstrukciót állítanának elő. Ezt részben folyamatosan elutasították. Azt gondolom, hogy egy nagyon méltányos koordinációs javaslatot tettünk. Tényleg mi néhány helyen szeretnénk csak azt, ahol egyértelműen a mi jelöltünk a legjobb, hogy ott a más ellenzéki pártok minket támogassanak. Mi szimbolikusan is számos helyen visszaléptünk, más ellenzéki pártok javára minden ellentételezés nélkül, semmelyik másik párt nem volt hajlandó ugyanezt megtenni. Egyetlen egy jelöltünkkel kapcsolatban se, de hogy más pártok jelöltjeivel kapcsolatban se. Tehát az LMP egyetlen egy helyen nem hajlandó azt mondani, hogy lehet, hogy másnak jobb jelöltje van. Melyikek azok a körzetek? Egyetlen egy helyen sem. Melyikek azok a Mellár Tamás se hajlandóak például támogatni, ahhoz képest, hogy korábban pont Hatházi Ákos ajánlotta őt. Szél Bernadett nem sokára vendégem lesz, megkérdezem. Melyikek azok a konkrét helyek, ahol önök elvárnák az ellenzéki pártoktól, hogy lépjenek vissza az önök jelöltje javára? Mindenképpen szeretnénk, hogyha 2014-ben Németh Szilárdot legyőző Szabó Szabolcsot tudnak támogatni. Más pártok, Csepel Soroksár, azt gondoljuk, hogy Juhász Péter egészen kiváló munkát végzett belvárosban és az első kerületben, ugye Rogán Antal gyakorlatilag emiatt nem is jelöltje a Fidesznek ott helyben. Nem tartják esélytelenségre ítéltnek Juhász Pétert az elmúlt héten történtek miatt? Nem, én azt gondolom, hogy a választók alapvetően látni fogják, hogy ez nagy részt egy lejárató kampány, amit a Fidesz és a fideszes sajtó folytatott Juhász Péter ellen, éppen amiatt, mert hogy van egy félelem vele kapcsolatban. Nyilván Orbán Viktor nem szeretné, hogyha a parlamentben Juhász Péter tudna vele vitatkozni. Egyébként aztán... megviselte a pártot ez? Akár nyilván most nem magánéletről beszélünk majd, hogyha Juhász Péter itt lesz, akkor felteszünk neki kérdéseket, de önmagában a pártot megviselte az a botrány, az a, hát nem is tudom, olyan kibővített lapszemle, ami az elmúlt héten zajlott? Hát egy agresszív, erős lejárató kampányt nehéz a pártnak is viselni, de hogy egy pillanatra sem volt kétség azzal kapcsolatban, hogy Juhász Péter egy tisztességes ember, egy jó családapa, aki nem követte el azokat, amiket
vele szemben vádolnak, vagy vele szemben állítanak. Hát azért ezt így magánemberként mi nem jelenthetjük ki, hogy hiszen elkövethette, vagy ott. Nem követhette, ez nem a mi tisztünk. Azt a bizonyos dullakodást azt ő elintézte, vagy elismerte, igen. Igen, ugye még Baranyi Krisztát szerintem mindenképpen érdemes megemlíteni. A 8. 9. kerületben, ugye ő az Illatos útnál ért el eredményeket úgy, hogy nem volt parlamenti képviselő. Rengeteg. Vajda Zoltán tudnám mondani. Így van. Lővei Csabát Nyíregyházán, Bot Tamást, aki ugye a Simonkának a legnagyobb ellenfele. Jó, sokat felsorolt, tehát sok-sok visszalépése számít. De akkor hogy, ellenzéki oldalon. Ugye a 106-hoz képest, ha én mondok 10-et, és mondjuk a többi párt elfogad ebből 5-öt, akkor ugye már sokkal előbbrébb tartanánk. Ehhez képest ugye azt látjuk, hogy a közülük senkit nem hajlandók elfogadni. Egyelőre senkit? Egyelőre senkit. Akiket most felsorol. Egyelőre senkit. Ugye Szigetvári Viktor elmondta itt pénteken az ATV stúdiójában, hogy még Karácsony Gergely érkezett egy ajánlattal 2 hete, hogy Szabó Szabolcsot és Juhász Péter tudna támogatni az MSZP Párbeszéd Szövetség, és azt kérik, hogy 6 helyen lépjünk vissza. Ezt az együtt elnökség elfogadta, majd pedig az MSZP azt mondta, hogy akkor ők mégsem akarnak megállapodni. Egymás után jönnek most majd az ellenzéki politikusok, úgyhogy egymás után meg is kérdezik őket, hogy például az önökkel való kooperáció milyen területet takar le náluk ki, ennek a javára hajlandók visszalépni. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen, ez egy erős kezdés volt, folytatjuk. Én köszönöm szépen.